Jó estét kívánok, kedves nézőink! A mai testületülésen beszámolt a nyírbátori rendőrkapitányság az elmúlt évi munkájáról, illetve pontosabban egy kicsit érintették még az idei évi eredményeket is, mert már azért történtek dolgok ebben az évben is, amelyek sok embert izgatnak szerintem, nem csak engem, bár a kapitány szerint ez leginkább engem izgat. Szóval jó estét kívánok önnek is! Ugye ezen a testületi ülésen önök egy impozáns beszámolóval és egy jól megtámogatott beszámolóval álltak elő, mert hogy ön még ugye rengeteg diával is megmutatta azt, hogy mit és hogyan végeztek az elmúlt évben, illetve a statisztikák bizonyos értelemben hol javultak és hol volt egy-kettő romlás. Én gyorsan kipipálnék egy-két dolgot. Mondjuk vegyük, ugye itt a városban neuralgikus pont a közlekedés. És sokan úgy gondolják, hogy egyrészt a gyorshajtás, ittas vezetés, a szabályok benntartása, mondjuk például a papírok nélküli vezetés, tehát engedély nélküli vezetés. Ehhez képest azt látom, hogy összesen egy, azaz egy ittas vezetőt fogtak el, mármint vezetés közben, de szondázás közben ugye 32 vezetővel találkoztak, aki, hogyha jól emlék nekem, 32 ittas vezetőt szűrtek ki. Nem? Nem. Akkor most segítsen. Jó estét kívánok, köszöntöm én is. Egy balesetet okozott ittas vezető. Így volt pontosan. Így van, tehát már közelít ez akkor a valósághoz ez a megközelítés. Kicsit úgy félre lennénk tájékoztatva. Tehát a lényeg az, hogy rengeteg filmmúszeres ellenőrzést hajtunk végre a nyírbátori rendőrkapitányság illetékes területén, és ennek a kiszűrése során egy ittas vezető lett kiszűrve, illetve nem is így lett kiszűrve, hanem egy volt az az elkövető, aki ittasan balesetet okozott. Ugye, hogy én is megzavartam önt? Hát egy kicsit igen. Jó, na viszont 32-t akadt fenn az országút ellenőrzésen, ugye? Így van. Azt látjuk itt Nyírbátorban, hogy rendszeresen mérnek, tehát figyelik a gyorshajtást. Ez a legneuralgikusabb itt a városban? Nem gondolom, hogy ez a legneuralgikusabb pont, de úgy gondolom, hogy akkor, amikor az önkormányzat igen komoly költségvetéssel létrehozta a trafiboxokat, amiben napokon belül hivatalos átadás is meg fog történni, a lakosságnak talán egy kis megtévesztés is ez, mert úgy gondolják, hogy a trafiboxok után Nyírbátorban nem lesz további sebesség ellenőrzés. És önök bizonyítják, hogy van? Be fogjuk bizonyítani, nem bizonyítjuk, hanem be fogjuk bizonyítani, hogy igenis van, mint eddig is volt. Uh-huh. Tehát vannak a gépjárműből való állóhelyzetben való mérések, amit akár a trafiboxok utáni részen, úgynevezett láncméréssel meg fogjuk nézni. Van az, amikor menet közben is mérünk. És a méréseken túl egyébként, hogy ne csak mindig a sebességmérésről beszéljünk, szoktunk csinálni úgynevezett dinamikus kiszűréseket, amikor a kiemelt közlekedési baleset okozások miatt csinálunk, kiszűrjük azokat az embereket, akik például gyalogátkelőnél nem engedik át gyalogosba, hajtanak a gyalogosok közé, nem használnak megfelelő irányjelzőt, tehát amikor olyan kiemelt szabálysértéseket követnek el, és ezeket menet közben kamerával bizonyíthatóan kiszűrjük, és előváltjuk a kapitányságot. Tehát a közlekedésre odafigyelnek. És nagyjából önnek milyennek minősítik, hogy ezzel lépjünk is túl a közlekedésen? Hát a statisztikai adatokat, hogyha megnéztük a beszámolomba, és azt tapasztaltuk, hogy végig jelentős számú csökkenés következett be Nyírbátorvárosba a baleset okozások számába, akkor úgy gondolom elértük a célunkat. Nem dőltünk hátra, mert sajnos bekövetkezett egy halálos baleset. És egyébként a lakosság részéről van ilyen nyomás a rendőrség felé, hogy a közlekedési helyzeten javítani kell? Szerintem mindenképpen, és nem csak lakosság, hanem nekünk szakmailag is nézni kell ezt a részt, mert minden egyes baleset fájó pont. Fájó akkor, ha elvesztünk valakit, fájó az, hogyha emberek feleslegesen mások felelőtlensége miatt kórházba kerülnek, esetleg tolószékbe, ezeket meg kell, hogy előzzük. Jó, akkor még csak muszáj, hogy itt maradjunk, ugye itt felvetődött a testületülésen ez a bizonyos rollerezés. Ezzel lehet valamit kezdeni, vagy bízzuk a mindenki belátására és a szülőknek a felelősségére, hogy hogyan engedik el a gyerekeiket rollerrel? De egyébként sokszor felnőttek is gyorsan mennek rollerrel. Igen, én is tapasztalom, hogy sokan új rollereznek, hogy ez egy szabadságérzet részükre, és mindenféle meggondolatlansággal mennek bele a forgalmi helyzetekbe. Ezt rövidesen
szabályozva lesz ez a témakör, mert a KRESZ-nek a módosítása folyamatban van, amely kifejezetten a rollerekre, az elektromos kerékpárokra és ezekre a kategóriákra lesz kihegyezve. Tehát a 25 fölötti sebesség le kell, hogy kerüljön a kerékpárútról ki a közútra, ugye? Hát az, hogy ezt miben fogják leszabályozni, mert nem a 25 felett vagy 25 alatt, hanem például elektromos kerékpárokban erőbe a kilowattokat fogják mérni, és azokat fogják szabályozni. Jó, hát ezt egyébként már régóta várjuk, hogy történjen valami ilyesmi, mert tényleg roppant veszélyes is tud lenni. Ez az egyébként méltán népszerű közlekedési eszköz, és érdekes közlekedési eszköz. Jó. Egyelőre ennyit a közlekedésről. A másik, ami szeretném, hogyha gyorsan, legalábbis egy részéről gyorsan beszélnénk, vagy hamar beszélnénk, aztán majd részletesen később. Ugye itt idén volt egy jelentős kábítószeresek fogása, vagy kábítószer fogás, nem mindegy, ugye, hogy sok kábítószert is találtak, vagy csak terjesztőket, vagy csak fogyasztókat. Mondhatnám, hogy is. Igen. Tehát fogtunk kábítószer terjesztőket, fogtunk ugyanezt futárokat, és fogtunk rengeteg fogyasztót. Na most az egy ügyön belül melyik, mi tartozik mindig össze? Nekünk az lenne a cél, hogy minél több futárt és terjesztőt fogjunk meg. Világos. És majd a fogyasztókat ezt követően. De nyilván a fogyasztóktól visszafelé meg elvezethet az út a terjesztők irányába is. A fogyasztó ma büntethető? Igen, hát attól függ, hogy milyen jellegű kábítószert, vagy kábítószert, egyáltalán kábítószert fogyasztott-e, nem esetleg valami halucigén anyagot. Mert hogy a szabásértés, ugye? Így van, tehát ezeket minden esetben büntetésre iktatjuk, ezeket szakértői vizsgálatra küldjük el, ezeket a szereket, és a szakértői vizsgálat eredményeként vagy büntetőeljárásba fejezzük be, vagy pedig szabásértésre. Ebben az egy nagy ügyben, amire én célozgatok, és ön meg elkerüli, ebben az egy nagy ügyben nyírbátoriak voltak az érintettek, vagy nyírbátoriak is? Én most ebben az ügyben részletében nem fogok önnek részletes tájékoztatásra, és még talán még ennyi sem. Tehát az ügy érdekeire hivatkozással én most ezt a válaszadást elkerülöm önnek. Körülbelül hol tart most ez az ügy, ennek a felderítése? Hát a feldolgozás alatt. De tehát már tulajdonképpen a személyek azok megvannak? Így van, az a mag megvan, akinek meg kellett lenni. Aztán a többi pedig majd még menet közben, hogy lesznek még hozzá újabb, az elkövetői kör kibővítve, vagy pedig ennyiben marad, és ezekkel szemben lesz vágyam. Itt jelentős mennyiségű kábítószert is találtak, készpénzt is találtak? Hát az, hogy mennyit lesz, ezt majd a vizsgálat eredménye fogja bebizonyítani, hogy kinél mennyi volt, egyáltalán mennyi volt a kábítószer, mennyi volt más anyag, mert nyilván akit megfogunk kábítószer ügyben, bűncselekményekben, azokkal szemben minden esetben az úgynevezett vagyon visszaszerzés irányába dolgozunk, tehát amit csak lehet, akkor amit a úgynevezett bűnös úton megszerzett vagyont visszaszerezzük tőlük. Elkobozzuk, elveszük tőlük. Aha, igen. Ők hiányoznak most otthonról? Tehát, ezt meg kell kérdezni a hozzátartozik. Nem, hogy értettem. Őrizetben vannak, előzetesben vannak? Hát van, aki őrizetben van, van, aki akár házi őrizetben. Hát a őrizetnek több. Jó, egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány emberről van szó? Hát úgy gondolom, hogy nagyon kíváncsian tetszik most. Csak legalább ennyit mondjam, igen. Hát vannak köztük már, akik ilyen-olyan rendőrségi felügyelet alatt vannak. Jó, ja, remélhet. Azt is mondta valahol, nem is tudom, hogy hol, hogy vagy olvastam ebben, hogy a kommunikációt is javítják, és javítani is tervezik. Hát a kommunikáció az is hozzátartozna, hogy mondjuk konkrétan a nyírbátori kapitányságról is kapjunk ilyen típusú híreket. Ezt nem lehet megoldani soha? Meg fogjuk oldani szerintem, csak hát ez egy másik folyamat. Tehát van, jó, mert hogy ön is? Központi sajtóosztályunk a megyén, és akkor erről ők is tudnak központok támadni. Igen, csak ön is hivatkozott rá, hogy amikor itt voltak éppen a megyei főkapitányság munkatársával, annak azért volt némi hatása például. Na, jó, menjünk tovább. Kábítószerről majd később beszélünk még. Még egy ilyen, csak közbevetett hírem. Miért írják be egyébként a feladatok közé, azért, mert probléma, vagy azért, mert szeretnék megelőzni a problémát, hogy a rendőri korrupció megelőzése és visszaszorítása feladat. Értem. Ez a rendőri korrupció, ez igen furcsa dolog. Igen. Mi mindig foglalkozunk vele, tehát ez folyamatosan figyelemmel kísérjük. De van egyébként? A kollégák, hát itt ott ki vannak szülve, hát a kapitányságunkon ez nem tapasztalható. Nem volt? Tehát nekünk itt nincs. Az elmúlt éve biztos már nem jelenti, nem volt ilyen. Lépjünk tovább. De hosszú éveken keresztül jó, nem akkor volt. Lépjünk nyilvántól ez nem jellemző. Jó, lépjünk akkor tovább. Na,
Ugye nagyjából össze lehet úgy foglalni a rendőrségnek a legfontosabb, a rendőrség által a legfontosabbnak tartott területeket, ugye közlekedés, már beszéltünk róla, kábítószer részben érintettük, a vagyonelleni bűncselekmények, ugye itt sokféléről lehetne beszélni, és mondjuk a közterületi, a garázdaság, vagy valami ilyesmi. Így, közterületen elkövetett bűncselekmények, és azonban is a garázdaság. A garázdaság, így. Tehát ezek mint ilyen roppant fontos cselekmények. Na most ezeknek a sorrendje a önöknél milyen? Tehát melyiket teszik előre, ezt a garázdaságot, a vagyonelleni bűncselekményt? Tudom, hogy így a kérdés nehezen értelmezhető, de azért mégiscsak van valamiféle sorrend, hogy mit tartanának leginkább visszaszorítandónak. Hát ez mindig az aktuális terület bűnügyi fertőzöttségével van összhangban. Ha egy területen a garázdaságok vannak elszaporodva, akkor a célunk, hogy azt visszaszorítjuk. De most Nyírbátorról beszélünk. Nyírbátorra. De a Nyírbátort ön területekre osztja. Tehát nem csak Nyírbátort, hanem Nyírbátorhoz tartozó, mert Nyírbátor kapitányság ugye nem csak Nyírbátor. Én tudom, de én most azért mondom, hogy Nyírbátorról beszélünk. Nyírbátorba is, hogyha a garázdaságok vannak elszaporodva, akkor ezért tennünk kell, hogy ezeket visszaszorítsuk. Ha a lopások vannak elszaporodva, arra kell nagyobb erőt fókuszáljunk, de mindig arra helyezzük a nagyobb hangsúlyt, amelyik éppen dominál. És most mondjuk az mennyire idegesíti a rendőrséget, mert a lakosságot biztos, hogyha érinti őt a közterületen lévő garázdaság, vagy történő garázdaság. Hát ezek a közterületen elkövetett garázdaságok, mint hogy szerintem tapasztalja a lakosság, azért Nyírbátor város főutcáján, főterén, a közútjainkon azért nem hiszem, hogy ez olyan gyakran találkozna bárki is, talán az is elmondhatnám, hogy a központi részeken, a főútvonalainkon biztos, hogy nem volt ilyen 23-ban. Nagyon remélem, nem lesz 24-ben sem. Ezek mindig egy specifikus területhez, specifikus családi kapcsolódásokhoz lehet inkább kapcsolni. Tehát magyarul ön most arra utal, én mondom nem ön, ez a vasúton túli területen történik inkább ilyen, vagy a város más külterületén? Ez a város más külterületén is, tehát mindig a vasúton túlra próbálunk fókuszálni. Nem próbálunk, csak én kérdezem, de, hogy... De a vasúton erről is laknak egyébként. Sokan emberek, tehát ezt most inkább azt mondanám, hogy vannak, akinek a kultúrájához tartozik az a bűncselekményi típus, amelyikből ez hamarabb elő szokott jönni. Hát ez egy nagyon érdekes megfogalmazás volt, hogy a kultúrájához tartozik. Mit értünk ez alatt kultúra? Nem fogok ebben sokáig rugózni, csak... Igen, tehát én arra gondolok, hogy vannak, akik toleránsabbak ezzel a jogsértéssel kapcsolatban, és vannak, akik kevésbé toleránsak. Értem. Vannak, akik esetleg az, hogy egymással kiabálnak, hangoskodnak. Megszokott. Megszokottabb, mint esetleg más embereknél. Nyilván egy nyugdíjas környezetében ez egy felháborító cselekmény. Egy fiatalabb, hamarabb, jobban el fogja tűrni ezt a cselekményt. Uh-huh. Jó. Tehát akkor ön azt mondja, hogy a belterületen inkább nem jellemző. Nem jellemző. Jó. Na most, ott vannak a lopások, ugye, és a lakásbetörések, és még biztos van egy pár ilyen hivatalosan elnevezhető bűncselekmény fajta, azokkal mi a helyzet? Tehát most ezt fogjuk fel úgy, hogy megélhetési bűnözés, mert nem tudom, az életkörülmények olyan mértékben romlottak esetleg bizonyos helyeken, hogy ebből következik, vagy abból következik, hogy van egyébként kábítószer helyzet, és betörök, lopok, és eladom, és veszem a kábítószert. Hát akkor én úgy mondanám inkább, hogy ezek a vagyonelleni bűncselekmények minden esetben vagyoni haszonszerzés véget. Aztán, hogy ki mire fordítja a... Tehát nem ennivalót lopnak, most már. Előfordul az is, hogy ennivalót is lopnak, tehát az is előfordul. Nyilván ezek kisebb mértékben tapasztalhatók. Aztán vannak, amikor például egy húsvét előtt jobban oda kell figyelni a füstölőbe hagyott húsalékokra, mert valakik ezt jobban kifigyelik, hamarabb esetleg lába kell ennek az árunak, és ez az ennivaló kategóriáztató. Most csak felhívja a figyelmet, vagy már arról beszél, hogy ilyenek történnek szépen sorban? Nem történnek szépen sorban, hanem felhívom a figyelmet, hogy figyeljünk oda. Mert ugye mindenki készül az ünnepre, ilyenkor készülnek el a finom sonkák néme helyeken, és van, akik ezt kifigyelik. Vannak, akiknek ez egy jó kis jövedelmező forrás lehet. Uh-huh. És mi a helyzet ezekkel a lakásbetörésekkel? Tehát ez
sok embert érint, néhány elkövető van, akik rendszeresen követik el, alkalmanként követi el valaki, mert alkalom szüli a tolvajt, ugye van egy ilyen mondás, vagy hogy van ez? Igen, az alkalom szüli a tolvajt, ilyen is előfordulhat, de hogyha megnézzük, hogy a Nyírbátorban korábbi években előfordult olyan, amikor úgynevezett utazó bűnözők követtek el komoly betöréseket Nyírbátorba. De 23-ban ez nem volt? 23-ban nem volt ilyen, de viszont 23-ban is fogtunk olyan elkövetőt, aki úgy most sorozat jelleggel csinálta már ezeket a lakásbetöréseket. De Nyírbátori volt az elkövető? Nyírbátor volt elkövető, és Nyírbátorban voltak a sértettek is, és hát ezeket fel tudtuk deríteni. Hagyj egyezem meg akkor, hogy Nyírbátorban, azt hiszem a 21 vagy 22 volt, most pontosan emlékszem a számba, a Nyírbátorban a lakásbetörés, ezt 72%-os eredményességgel fel tudtuk deríteni az elkövetőt. Igen, erre láttam a példákat, hogy korábban akár volt 20, de inkább olyan 40% körüli eredményeket tudtak mutatni. Minek köszönhető ez? Annyira gondatlan az elkövető, vagy annyira megtanulták a módszert a rendőrök? Hát mondhatnám azt, hogy nagyon sokat dolgozunk, de minden mellett sajnos figyelembe kell vennünk azt is, hogy a sértették közrehatás sokszor ez igen jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az addig csak gondolkodó ember tettekre is lépjen, és elkövesse ezeket a bűncselekményeket. Tehát, hogyha felkínálunk egy elkövetőnek, egy ilyen szándékú embernek egy lehetőséget, akkor az ki fogja használni. Meg tudna nekem mondani, hogy 2023-ban akár a térségben, akár a városban mi volt az ön számára a legfelháborítóbb bűncselekmény? Azért kérdezem így, és akkor inkább meg is mondom, hogy mi jutott eszembe. Most ugye téma volt ez a sok pedofil bűncselekmény. Hogy Nyírbátorban volt ilyen esetleg az elmúlt évben? Nyírbátorban nem volt ilyen. Tehát gyerekek elleni erőszak? Nem voltak ilyen jellegű bűncselekmények szerencsére, de úgy gondolom, hogy nekünk is vannak olyan intézményeink, olyan rendszerünk, olyan iskoláink, ahol oda kell figyeljünk, igen, a gyerekekre, mert ez most már sláger lett. És nem hogy sláger... És ez a rendőrségnek is feladat lett? Hát persze, természetesen odafigyelünk ezekre a dolgokra, és hogyha ilyen van, mi azonnal reagálunk. Erre megvannak kiképzett kollégák, hogy azonnal, hogy milyen intézkedéseket hajtunk végre. Tehát ezt nem lehet büntetlenül hagyni, hogy gyerekeink bármilyen sérülést okozzanak. Na szóval akkor, ha nem ilyen szerencsére, de volt olyan bűncselekmény, ami önt különösen felháborította? Hát nyilván az Encsencsi haláleset. Az Encsencsi haláleset igen, de még visszatérhetnék a tavaly tavasz időszakra, amikor nem Nyírbátorban, de voltak, amikor nyírbátori lakoshoz köthetően, mi sérelmére. Például, hogy elmondom, most ezt beszélhetek nyíltan, őszintén, Máriapócsi települése környezetében, oda vezető utakon voltak különböző ilyen síremlékek, helyesebben keresztek, kihelyezett keresztek, amelyeket a lakosság ápolt, amelyeket a lakosság újított fel. Egy búcsújáró helyről beszélünk, és ez egy megszokott dolog, hogy ilyen keresztek, meg ilyen emlékek vannak kint az utak mentén, és hát volt egy emberke, aki ezt előszedte ki, ment és gyújtogatta. Ő ezt valamilyen séreménél fogva, hát nagyon durván, drasztikusan körbejárta ezeket a sírek, ezeket a kereszteket, úgy mondom inkább. És hogy többet is? Többet is gyújtogatott, és hát nekünk ehhez idő kellett, mire ezt a gyerekötő megfogtuk, de megfogtuk szerencsé, hál' Istennek is, és úgy gondolom, hogy megfelelő eljárásban részesült, büntető eljárásban. Ez a felháborító. Tehát környezetünkben itt van ez a búcsújáróhely, keresztény emberek élnek, laknak, azért ezen el lehet gondolkozni, hogyha valaki ilyen dologra vetemedik. Ugye itt az Encsencsi gyilkosság hozódott fel, nyilván akkor sokan megijedtek, hát, mert ilyenkor mindig eszébe jut az embernek, hogy akár ő is lehetne áldozat. És az elkövetőről ugye azt hangzott el itt a beszámoló során is, hogy pszichoaktív anyag hatására jutott el végül is eddig, hogy végül gyilkos lett belőle. Tehát, hogy milyen durva a helyzet, hogyha valaki rászoktatja magát egy ilyen tudatmódosítószerre, ami aztán lehet persze kábítószer is. Tehát ez ennyire nyilvánvaló, mint ahogy ez az eset is mutatja? Most én nem ki akarok térni a válaszoló, viszont ez a vizsgálat még folyamatban, hogy a tudatmódosító szerek mennyire befolyásolták ezt a drasztikus bűncselekményt, amit elkövetett ez a fiatalember,
Ezt most pillanatnyilag nem tudom. A szakértői vélemények gondolom még folyamatban vannak. Csak a főkapitány, mint azt mondta volna, hogy 6 hónap alatt vált ilyen címeres gazemberré ez így a van. Fiatal tehát... ember, és hozzátette ezt a tudatmódosítószert. Mert hogy által fogyasztott ilyen tudatmódosítószert is az emberke, de hogy amikor elkövette a bűncselekményeket, akkor állt ennek hatás alatt, nem állt. Tehát ez a vizsgálat még folyamatban van. Ez még nem került el vádemeléssel az ügyészségre információ szerint. Tehát még erről most így megállapítani, mondani dolgokat, még ez blödség lenne, hogyha így. De ez tulajdonképpen véletlenszerű, tehát bárkivel előfordulhatott volna már, mint áldozat szempontjából, vagy azért az sem mindegy, hogy ki lesz az áldozat? Hát nyilván, hogyha valahol ismerősi körben tudják, hogy ki hogy él, ki mit csinál, ki mit értékesít esetleg, vagy valamilyen kapcsolatba kerül olyan emberekkel, akik a mindennapok során odaszorulnak, akár élelemért értékesít egy befőttet, stb. Tehát azért ez egyfajta információ is lehet a másik oldal számára. És akkor itt a tudatmódosítás kábítószer, tehát akkor most értünk vissza, jó? Ugye a beszámoló szerint tavaly kábítószeres ügy az 9 volt, ugye? Igen. Személyben is 9 volt, jól emlékszem? Azt hiszem, igen, igen. Na most ez a jéghegy csúcsa, vagy ez mi? A 9. Hát erről most így, hogy mi a jéghegy csúcsa, ezt így megmondani nem de lehet. De ön rendőrkapitány, hát nyilván van információja jóval több, mint nekem. Nyilván. Minden, tehát nem mondhatom, hogy minden, de nagyon sokszor hoznak be hozzám listákat, összeírt címeket, neveket, hogy ez is, az is, amaz is, mindenki csinálja ezt az egész kábítószer. És lehet, hogy igaz is. Nem? Meg lehet, hogy igaz is. Ezeket minden esetben vizsgáljuk. Akkor, amikor olyan emberek telefonálnak be, hogy itt mások mit értékesítenek, meg hogy értékesítik, mikor talán ő maga is azt csinálja, vagy csinálta. Hát csak kiiktatja a konkurenciát. Tehát nekünk ezzel is számolni kell, tehát el is figyelnünk de kell. De attól azért még azok lehet, hogy tényleg azt csinálják. Nyilván ezeket mi csokorba gyűjtjük, dolgozunk benne, mint ahogy elhangzott a beszámolón is, ezek nem azonnalos munkát fognak majd felszínre hozni, hanem ebbe dolgozunk a háttérből, és akkor reméljük, hogy azokat az embereket tudjuk majd elővenni, akik ennek a terjesztési vonalában benne van. Nyilván egyre több eredményt reméljük, hogy elérnek, és fognak is, de ez egyáltalán nem biztos, hogy azt is jelenti, hogy egyre jobban visszaszorítják, ezt nem. Csak a nagyobb a merítési lehetőség, az is előfordulhat. Hát én remélem, hogy visszaszorul ez azért valamelyes, mert itt volt a példa... Gondolja, hogy visszaszorul? Így van. Itt volt a példa, amikor én január 5-én elrendeltem a Nyírbátori Rendőrkapitányság illeték és területére fokozott ellenőrzést, és ebben nagy segítségünkre volt a helyi készenléti rendőrség állománya, illetve a MECTO állománya, illetve a határozati rendőrség, amikor olyan létszámmal voltunk kint az utakon, a közterületeken, és a mindennapi ellenőrzésekre nem számolva bizonyos emberek, rengeteg olyan anyagot szedtek össze a kollégák. Kocsikból, vagy zsebekből? Akár ruházat átvizsgálásokból, ami ez egy megszokott dolognak történt. Na most ezt gondolom, hogy amikor ez a fokozott rendőrség folyamatosan több napon, több heten keresztül tartott, akkor egy idő után már csak odafigyeltek, hogy most már nem lehet olyan szabadon jönni, menni ezekkel a szerekkel, nem lehet úgy használni, és tehát az, hogy a közterületi állomány létszáma jelentősen meg volt emelve, ez egyfajta visszatartó erő is volt. De hát ennek oka volt, hogy meg kellett emelni, hát nyilván, mert hogy tudták, hogy itt baj van ezen a területen. Nyilván, de ahhoz, hogy... De mindig nem lehetnek ennyi rendőrrel kint. Nem leszünk mindig ennyi rendőrrel, de az viszont garantálom, hogy a lehetőséghez képest, amikor csak lehet, most már fokozzuk a rendőri jelenlétet. És nem csak az, hogy rendőri jelenlét, mert talán tapasztalták itt a nyírbátoriak, meg a térség lakossága is, hogy akár a drón használatával, akár az erdők külterületek ellenőrzésére már ott vagyunk, és meg a közlekedésben, mint ahogy itt a központban sokszor szokták tapasztalni. Aztán akkor, amikor a helikopter néha felszáll, és itt most nem a katonaira gondolok, hanem a rendőri helikopterre,
és amikor határbejárást végez, akkor esetleg más területeket is megszoktak figyelni abból a helikopteres dolgokból, amire egyébként az állampolgárok már felfigyeltek. És ennek van is egyébként, milyen van? Eredménye van, vagy visszatartó hatása? De kettő. Van eredmény is, meg visszatartó hatása. Tehát konkrétan mondjuk egy helikopteres vagy drónos megfigyelésből született valamiféle bűnügy felderítése? Így van. Igen? Így van. Tehát felment a drón, és a drón, csak mondjak egy egyszerű példát, egy falopás egy erdőrészbe, a drónnal megyünk, és akkor láttuk, amint egy brigád szabályosan fakitermelő munkát végzett egy bizonyos erdőrészbe. Biztosan mentek, vagy véletlenszerűen? Ezt felküldtük, mert abból a térségben tudtuk, hogy gond van. Yeah. És akkor a területre küldtük fel, és hát érdekes volt látni, hogy legugolnak emberek, és meghúzódnak, próbálják leplezni magukat. Ez addig működik, amíg nincs lombkorona az erdőben. Igen. Nyilván. Jó, de hát ez egy jó eszköz, ami segít. Nyilván. Ha már így helikopter meg drón, akkor most már kicsit migráció van. Itt ebben a térségben migrációs probléma? Olyan szinten nincs migrációs probléma. Már illegális migráció. Illegális migrációról persze, természetesen. Tehát mint korábban a déli határ, amit hallottunk, nekünk az megközelíték sem de van sincs azért jelen. Itt-ott felfeltűnnek. A Románia felől megjelenik egy-egy ember, két-három ember. Legutóbb volt itt egy közlekedési baleset itt a közelben, amikor egy kocsi itt maradt helyszínű, kiszálltak bele gépjárműből emberkék, dolgozunk benne. De olyan is volt, hogy megállt az útszélén, és ő várta a csodát. És arra mentek kollégáink, és akkor megkérdezték, hogy mit keresik. Beültették, és nyilván vissza arattuk arra a területre, ahonnan ő érkezett. És ma ezen a szálláshelyen vannak migránsok? Persze, vannak sokan? Migránsok. Hát, hogy mennyien vannak, ezt nem tudom, mert ez nem egy hozzám tartozik konkrétan, ez jó. Más. Jó. Beszéltünk, ugye, hogy hogyan lehetne megelőzni, vagy elkerülni bizonyos dolgokat. És ebben én két életcsoportot emelnék ki. Az egyik az idősek, a másik pedig a gyerekek. Mindkettő népcsoporttal vagy népességcsoporttal van önöknek dolguk. Ugye az időseket egyrészt könnyen kitehetők támadásoknak, könnyen kitehetők célzott becsapásoknak. Ezekkel tudnak önök valamit kezdeni? Van-e ilyen program mondjuk itt a városban, a megyében, a térségben? Igen, van. Tehát ez a kiberbűnözés, az online csalások például, amikor, hát az nem csak idősek, hanem a fiatalokra is. Mindenkire vonatkozik, de idősebbeket talán. Az idősebbeket, igen, az talán könnyebben megtalálja kezelni, és akkor őket hamarabb átverik. Múlt héten voltam épp a idősek körébe a nyugdíjas idősügyi kerekasztal megbeszélésen, ahol jött velem az egyik bűnügyes kolléga, akinek szakterülete ez a rész, és ott tartott egy nagyon jó megelőző előadást. Mire figyeljenek oda? Tájékoztató anyagot tudtunk részükre kiadni, de ez csak egy része volt. Tehát ugyanúgy megyünk más idős otthonokba, ahol az idősek megfordulnak, megjelennek, mi igyekszünk eljutni. De ugyanaz varkodik akár az iskolákban azokra a területekre, ahol hasonló jellegű bűncselekményekkel szintén számolni kell. Jó, de a gyerekeknél ugye mondjuk az egyik veszélyforrás pont ez a drogkábítószer ügylet is lehet. Én tudom, hogy van Nyírbátorban ez a kábítószerügyi egyeztető fórum. Tud ez valóságosan segíteni mondjuk például a gyerekeken? Nyilván, hogy kell, és az a célunk, hogy segítsünk a gyerekeket. Vagy a rendőrség saját programja, a DADA programmal, nem tudom, az van még? Hát a DADA az egy része ennek a programnak. Hát különböző bűnmegelőzési programok vannak most már, amelyre akár a Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztály, a bűnmegelőzési osztálya, vagy akár a Nyírbátori Kapitányság elszakavatott embere járja az iskolákat, járja az idős otthonokat, és mindenkinek a szaktörténet megfelelően előadásokat tart. Megelőző jelenleg. De van ilyen igény egyébként az iskolák részéről, és ha igen, akkor mondjuk milyen témakörben? Tehát van-e konkrét kijelölt témakör? Vannak természetesen az iskolák elsőben, minden esetben mindig a kábítószer, a drognak a kapcsolatára, erre akarják felhívni a figyelmet, hát illetve a közlekedés szabályaira. Tehát ez a kettő. Gyerekeknek fontos. Így van a közlekedés szabályai. És a rendőrség is ezt tartja, ezt a két területet tartja. Hát ez a két terület az iskolákra vonatkozóan, van nyilván persze. Ez a két terület. No, de hát eljutottunk már oda, elnézést. A gyerekek olyan információ hányaddal rendelkeznek, és olyan informatikai ismeretekkel,
hogy fel kell hívni a figyelmet a számítógépes ismerkedésekre, a számítógépes kapcsolati informatika által nyújtott nehézségekre, problémákra is már. Veszélyekre. Veszélyeire. Igen, így, mert ott számtalan előfordul. És mennyire vevők egyébként? Nem tudom, hát nyilván nem ön szokott járni, de a munkatársai mit tudnak? Mennyire vevők erre a gyerekek? Tökéletesen vevők a gyerekek, és érdekes, hogy kérdések halmozálnak el a kollégákat olyankor. Feltesznek kérdéseket, hogy és akkor ez miért így, miért úgy? Akkor a rendőr megpróbálja nekik megmagyarázni, mert ugye a mindennapi életből ezek a gyerekek a gép előtt ülnek, telefon a kezükben van, olyan ismereteket tesznek szert, amely egyrészt érdekli őket, másrészt meg egyfajta nyomás van a média részéről, és akkor ezeket ők feldolgozzák. Uh-huh. Hát most már időben nagyon a vége felé tartunk, még két témát szerettem volna. Az egyik ugye a vármegyei rendőrfőkapitány megígérte, hogy Románia schengeni csatlakozása után a felszabaduló rendőri erőkből, vagy rendőrhatárőrizeti erőkből szerintem legalább 12 rendőrrel szeretné megerősíteni a nyírbátori kapitányság állományát. Mert hogy ha ez a 12 ember itt lenne, akkor mi változna meg? Nyilván ez a 12 ember... A rendőröknek a munkakörülményei, tehát kevesebbet kell dolgozni, vagy mi azt éreznénk, hogy tényleg több a rendőr, és nem tudom, kevésbé kell. Nyilván ezt okosan kell majd nekünk szakterületenként elosztani. Mindenképpen megkerősítjük a közterületi szolgálatot, az úgynevezett egyenruhás állományt, aki a közterületi, több látható rendőr legyen, szoktuk volt mondani. No, de nem szabad elfelelkeznünk a bűnügyi állományról sem, ami óriási nyomás alatt dolgozik nap, mint nap. És hát a bűncselekmény új kategóriái azok egyre több munkát hoznak, mint itt most a kiberbűnözés, ami egy új szektorként jött be itt a bűnözői körökbe. Tehát ehhez újra emberek kellenek, létszám kell, ezeket ügyeket fel kell dolgozni valakinek. Egyébként, ha már kiberbűnözés, a rendőrségi kiberbűnözés elhárítási részleg, az mondjuk itt például Nyírbátor van ilyen? Ők milyen szinten vannak ebben a kibertérben? Hát annyit tudok ehhez hozzámondani, hogy országosan egy 300 fős kiberhálózatot hozott létre az Országos Rendőrfőkapitányság, és hát ők dolgoznak ezeknek a bűncselekménynek az összefogásába, a felderítésében. Van nyírbátori résztvevő is? Vannak benne Nyírbátorból is információk, akik itt különböző információkkal, anyagokkal tudják megtámogatni ezt a kiberbűnözés elleni hálózatot. Tehát, hogyha itt meg lenne a 12 plusz rendőr, akkor az, hogy mondjam, szemmel látható változást hozna? Nyilván a ügyfeldolgozásba és a közterületi rendőri jelenlétbe egyaránt. Mit tudnak kezdeni a rengeteg bejelentéssel? Mert hogy azt olvastam, hogy iszonyú sok van. Igen, megyünk és lereagáljuk. Mindegyiket? Mindet le kell reagáljuk. Egyetlen bejelentés nem maradhat úgy, hogy nem intézkedünk Milyen benne. Gyorsan kell ezekre reagálni? Hát az elvárás minél hamarabb, minél gyorsabban. Jó, de hát ez a minél hamarabb. Vannak itt ugye ilyen szempontrendszerek, no de azért a realitást talán kell maradni. Ja, az nem tudunk, hogy életveszélyben van. Nem tudunk, egyszer rangsorolni kell az eseményeket, milyen jellegű bejelentések érkeznek, mennyire az életellenes bűncselekmény irányába megyen el, testi sértések irányába, mennyire ki van veszélybe. Mindegy ezeket rangsorolva, hogyha több ilyen bejelentés van, úgynevezett sorrendállítással, és igyekszünk tehát mindegyiket le fogjuk találni, biztosan... csak sorrendállítás alapján. Mennyi munkaórát töltenek ezzel? Iszonyú sokat. Rengeteget. Hát most el lehet képzelni, mikor, mint mondtam is a statisztika átlagunkat, hogy ez egy napi 18 bejelentés, amit nem egyszerű reagálni. Tehát ez kimenni arra a területre, egy oda-visszautat, ott intézkedni, és hogyha olyan legkevesebb egy-két óra. És ha olyan intézkedést kell fogadni, aminek már ott a helyszínen tartalma van, elő kell állítani, el kell fogni. Az egy újabb munkafolyamatot hoz magával, a személyek szállítása, kísérése továbbiakba, és új embereket kell beállítani helyükre, akik ezt tudják kezelni. Milyen gyorsan kerül bíróság elé az, akit itt mondjuk tetten érnek, vagy viszonylag gyorsan elfognak egy bűncselekmény elkövetése után? Mert az lényeges. Hát ez is lényeges dolog, hogy milyen bűncselekménybe. Mert ugye az, hogy őrizetbe vesszük, az azt követően bíróság elé kerül, mert le kell tartóztatni, és a bíróság kell rendelni a letartóztatást. Tehát minden esetben a bűncselekmény súlya dönti el. Hogy ez ki lesz letartóztatva, meg ki nem. Meg hát sok minden egyéb van ennek.
mert hogy egy hétpróbás bűnözőről van, nyilván akkor azt egyszerűbb. Tehát az úgynevezett múltjával is foglalkoznunk kell, tehát összetett dolgok ezek, hogy két zárunk be, két nem. De viszonylag, hogy is mondjam, ha ezeket a statisztikákat, hogy milyen gyorsan kerül valaki bíróságra, és milyen gyorsan már börtönbe is kerül, vagy valamilyen ilyen végrehajtási szerv hatáskörébe, az lehetséges, hogy visszatartó erő lenne, nem? Hogyha ezekről sokat beszélnénk. Mindenképpen visszatartó erő, hogyha őrizetben vannak véve, mert is tapasztaljuk azt, hogyha egy-egy területen, amikor van egy sorozatjellegű bűncselekmény, egy betörés sorozat például, és megtaláljuk, elkövetőt, megtaláljuk, kiemeljük, megszűnik a település. Megszűnik a település. Na, utolsó kérdésem, vagy kérdéskör, de hát inkább kérdés lesz ez. Ugye itt felvetődött a testületi ülésen, választások jönnek. Önök is felvetették, ha jól emlékszem, és hát többen mások is felvetették. Jönnek a választások. Ez egy rendőrségi feladat is. De mi ebben a rendőrségi feladat pontosan? Nekünk a rendőrségi feladat, hogy ez zöggenőmentesen, mindenféle rendkívül esemény nélkül ezek a választások, ezek meg végrehajtásra kerülnek. Hogy eleve elhárítsák a lehetséges bármilyen bajt? Bármilyen problémákat tulajdonképpen, igen, és sajnos ezért... De ez azt is jelenti, hogy nem tudom, a vett szavazatokat is? Vagy azt nem tudják? Hát az, hogy melyik szavazatot veszik, melyiket nem, azt majd egy vizsgát fog elrönteni. Mert hogy ott hallottam, hogy ezt az érdekes hát történetet, igen, ez mindig elő szokott jönni egyébként. Elő, igen, hogy most veszik, meg nem veszik, meg kikinek veszi, meg hogy veszi. Hát ezt majd vannak erre létrehozott szakemberi csoportok, akik ezt mindig megvizsgálják, és abból, hogy lesz indítva bűncselekmény. Ha ilyenkor majd... kapnak önök bejelentést, hogy látnak gyanús szemét, vagy nem tudom, elment a kocsia mellett, és látta a köteg, nem tudom, veresen, most mit tudom, köteg 5000-es, stb. És egyébként látható dolga nem lenne másod, csak mint nyilván fizetni a szavazatért, azokat önök megnézik, megvizsgálják, hogy megy ilyen bejelentés? Meg lesz vizsgálva, de gondoljuk már végig most önné, hogy én nálam is elmegyek ott, nem lehet egy köteg 5000-es? Bár lenne. Hát lehet, hogy jó fizető munkája van, és 5000-essel fizetik ki a munkavégét. Azért ritka, hogy pont választás napján legyen nálam egy nagy köteg 5000-es, de nem. De nyilván ez kell társulni azért egyéb cselekményeknek is. Tehát nem elég az, hogy 5000-el van. De mondjuk reagálnak ilyenekre is. Mindenképpen reagálunk, de megvizsgáljuk azt, hogy most ez mennyire függ össze a választással, és hogy ott esetleg milyen jogsértésre adhatnak ezek nekünk alapot. Hogy indult az idei év? Az idei év úgy indult, hogy reagálnunk kellett sajnos erre az encsencsi eseményre, igen, ami a lakosságban a biztonságérzetet megingatta. Úgy gondolom, hogy megfelelően helyesen tudtuk kezelni, és ennek eredményeként szerintem a biztonságérzet szerintem visszaállt a régi kerékvágásba. Jó volt hallani, mikor itt voltam a múlt héten a idősek körébe, és nagyon nagy pozitív dolgokat hallottam. Kollégáim udvarias, megfelelő hangnemű intézkedéseiről, az, hogy az állampolgárok örömmel veszik tudomást, hogyha este éjszaka elgurul lakások előtt a járőrautó, vagy ha késő este valaki sétál haza, és megkérde tőle a rendőr, hogy tud-e valamiben segíteni. Én ezt zene volt a fülemnek, ezt hallani az idős hölgyektől, akik itt jelen voltak ezen az eseményen. Én úgy gondolom, hogy ettől, mint kapitány, én nem is gondolhatok jobbat. Akkor maradjunk ennyiben. Eredményes munkát önnek, a mi érdekünkben is. Köszönöm, hogy itt volt. Önöknek a figyelmet, viszontlátásra.